lejjebb már nem süllyedhetett a mi kis idézőjelben élet-halál harcunk, mint ahol most tartunk. Most vagyunk ott, hogy mindenkiben és mindenben csalódtunk. Ugye csalódtunk a bankban. Nem szeretném elmondani, hogy hogy vert át bennünket a bank, ez nem egy tüntetésre való, ebben együtt már sokan elmondták itt előttem, bárki utána tud nézni. Hála jó Istennek, most már vannak olyan szellemi műhelyek, ahol ezt nagyon alaposan kidolgozták. Én szerintem a legmélyebben a nemtartozunk.hu weboldalon találjátok meg. Csak egy mondatot engedjetek meg ezzel kapcsolatban, hogy azért ne a teljes tudatlanságunkról tegyünk tanúbizonyságot. Nem az a kérdés, hogy volt-e deviza, vagy nem volt deviza, mellesleg zárójelben volt, még ha szintetikus is, és most nem fogom elmagyarázni, hogy mi az, hogy szintetikus. Én a legnagyobb problémát azt abban látom, hogy a végtelen kockázatot hárította ránk a professzionális bank, és a mi bajunk ezzel kapcsolatban, vagy a mi hibánk ezzel kapcsolatban az, hogy hittünk neki, mert így szocializálódtunk. Aztán becsapott bennünket még az állam is. Az állam a törvényhozásával, a végrehajtásával és az igazságszolgáltatásával. A három hatalmi ág, ugye, mint tudjuk, ami nem független. És számon kérünk itt jogállamot, meg demokráciát, ami soha nem is volt, talán a második világháború előtt. Ez csak papíron létezik. Ugye a törvényhozás, hogy megment bennünket a bankokkal szemben, a devizahiteles DH törvények. Ugye tudjuk, hogy kit mentettek meg. A végrehajtás. El is hittük, igen. Tehát ez, ami, ha valamiért hibáztathatjuk magunkat, akkor az csak az, hogy hittünk, hogy feltétel nélkül hittünk. Tehát ez is annak köszönhető, hogy így szocializáltak bennünket. Így nőttünk fel. Ugye, amit elmond, amit én, mint legalábbis a mai napig így vagyok sajnos, hogy ezért szednek talán mindig rá, hogy elhiszem azt, amit mondanak. Én falun nőttem fel, onnan kerültem fel Budapestre, és ott a szomszéd azt mondta, hogy holnap jön 3 órakor, akkor holnap jött 3 órakor. Tehát hittünk. És a kormány. Ugye, mit mondott Orbán Viktor? Elmondta, hogy csaltak a bankok. Így van. Hogy becsaptak bennünket, becsapták a fél országot, vagy az egész országot, a bankok. Mellesleg ők is becsapták, mert itt becsaptak bennünket, mert itt az elmúlt 1980 óta, Fekete János óta már 3-szor fosztottak ki bennünket. Először ugye az államadosság révén, aztán ugye az önkormányzatok révén. És amikor már mindenkit kifosztottak, akkor jött a lakosság. És nem okultunk, mert nem mondták el, hogy mi a deviza hite, hiszen akkor ők már tudták, mert az államadosság révén az államot már így fosztották ki. De nem, még ugye ezt is. Jó, nem elég. Azt mondta, hogy csaltak a bankok, de majd mi megmentünk benneteket, és senkit nem hagyunk az árok szélén. Igen, igen. Persze nem, mit csináltak? Ott mondja, belelöktek bennünket. És aztán itt van a harmadik hatalmi ág, az igazságszolgáltatás. Na hát abban meg mire mentünk? Nagyon jól mondta a Széchi István, meg itt talán mások is mondták, nem. Teljesen felesleges menni a bíróságra. Nem kell menni a bíróságra. Hát nem ott van az igazság, ott nem találod meg az igazságot. Az igazságot megtalálod az alternatív médiában. Itt, tereken, ahol elmondják, hogy mi az igazság. Szakemberek, szakértők. Azt nem fogod meghallani a tömegmédiából, a közmédiából. Tehát ugye a igazságszolgáltatásról egészen egyszerűen azt gondolom, hogy megbukott a kiemelt társadalmi kérdésekben is, mint amilyen például a devizahiteles kérdés. Igen, ez egy kiemelt társadalmi kérdés. Miért kiemelt? Azért, mert rettenetesen sok pénzről van szó. Azért, mert a bankok diktálnak a bankszövetségen keresztül, és azért, mert a fél ország benne van. Na hát akkor, és akkor most jön a fájó pont, hogy bizonyán nagyon sokan jön a hatházi.
Jó, nem baj, hadd halljak. De bár most már nem a politikusokról beszélek. Hogy nagyon sokan csalatkoztak most már a úgynevezett devizaitás érdekvédő szervezetekben is. Igen, igen. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok, és nem annyi csoport alakult, mint ahány vezető itt felállt, hanem ennél sokkal, sokkal több csoport, és azt látjuk, hogy ezek a csoportok elszigetelődtek egymástól. A vezetőik nem kommunikálnak egymással. Nem oldották meg már 8, vagy most hallottam legutóbb, hogy már 2009-ben voltak itt tüntetések a parlamentnél. Nem jönnek el. Nem hozzák el az embereiket. Sőt, mindenki csak a saját igazságát szajkózza. Én igenis azt gondolom, és itt nem értek egyet a Dabasi Tamással, én azt gondolom, hogy ezek a devizaiteles érdekvédő szervezetek, ezek, hát ha nem is becsaptak bennünket, mert ígérni a soha nem ígértek semmit, de csalatkoztunk bennünk. Na hát akkor, és akkor most itt jön a jó hír, mert azt gondolom, hogy ha már valaki olyan mélyponton van, mint amilyen mélyponton vagyunk mi most, akkor innen már csak felfelé visz az út. Feltéve persze, ha nem akartok dagonyázni a posványba, mert én most már nem akarok. Én sem. Én most már megoldást akarok. Én is. És elég volt a dagonyázásból. És elég volt ahhoz, hogy mástól várjuk azt, hogy megoldja a mi problémánkat. Nekünk károsultaknak kell összefogni, és nem a politikusoktól várni, és nem a úgymond vezetőktől, akik 8 év alatt vagy 10 év alatt nem oldottak meg semmit. Most a végrehajtások olyan mértékben folynak, mint soha azelőtt. Hát én azt gondolom, hogy most itt vagyunk mi körén, mesztelenre vetkőzve egymás előtt, és nekünk most itt a hajunknál fogva kell saját magunkat kiráncigálni. Igen, és hogyan? Összefogással elsősorban. Ez az elcsépelt szó, mit értek én ez alatt? Összehangolt, koordinált cselekvés egy cél irányában. Ezt értem összefogással. És egymás segítése.